Januárban egy középhaladó tanfolyammal kezdtük az évet, ami folytatása volt az előző évi kezdőtanfolyamnak, majd márciustól indult párhuzamosan kezdő és középhaladó tanfolyam, és így lesz ez jövőre is és ezután is, hogy a szesszió után indul el egy kezdő tanfolyam, és szesszió alatt pedig csak középhaladó tanfolyam. Ezen kívül a Katolikus Egyetemi Lelkészség tánccsoportja, a tánc.ro úgymond, szervezett egy társasági tánctábort is. Hol, körülbelül hányan voltak? Áprilisban szerveztük Bogártelkén, hát körülbelül 30-as létszámmal, és kicsit másféle táncokon volt a hangsúly, mint egyébként. És pedig mit ott oktattatok a részt? West Coast Swinget, Ueda-t és más társasági táncokra is kitértünk még. Volt csacsacsa is, ugye? Volt mindenféle csacsacsa, tango, szalsza. Ezután következett egy kisebb szünet? Ezután egy kisebb szünet, a nyári szünet, ami alatt azért, akik itt voltak, azoknak volt lehetősége gyakorolni, de nem volt effektív táncoktatás, tehát intenzív kurzus. Újra ez ősszel indult be, amikor is teljes létszámmal elindult a középhaladó és a kezdő tanfolyam is. Jövőre mit terveztek? Tehát most beindult októberben ugye a kezdő tanfolyam, az folytatja 2012-ben, középhaladó szinten. Igen, tehát a mostani kezdők, akik végezték a tanfolyamot, januárban folytatják középhaladó szinten, egy összevont kurzusban, tehát a mostani középhaladókkal együtt, így egymástól is tanulhatnak, és utána márciustól megint párhuzamosan indul a két kurzus. És lesz jövőre is társasági tánctábor? Biztosan lesz társasági tánctábor, azt nem hagyjuk ki, mert az az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy közösséget kovácsoljunk, és ezáltal a tánctábor által nagyon, nagyon nagy előrelépések történnek. Most az év végén beindultak a táncestek is, amik még nagyobb közösségépítési erővel rendelkeznek. Úgyhogy az utóbbi 5 héten 3-szor sikerült táncestet szervezni, elég szép létszámmal, úgyhogy reméljük, hogy ezt rendszeresíteni tudjuk az évben is. A tánctanfolyamok ugye azoknak szólnak, akik beiratkoznak, a táncestek, amelyekre rendszerint kedden este kerül sor, azok nyitottak olyanoknak, akik szeretnek így és van, többnyire tudnak táncolni. Így van, a táncestek nyitottak bárki számára, aki szeret táncolni, vagy csak szeretne megtanulni, vagy ellesni pár dolgot. Tehát szívesen várunk bárkit, aki szereti a társasági táncot, és más alkalma nincs Kolozsváron, hogy megtegye, hogy így bulizom. Az, aki érdeklődik a Katolikus Egyetemi Lelkészség keretén belül működő táncestek, vagy tánctanfolyamok iránt, hol szerezhet információt? A tánc.ro honlapon szerezhet információt, ez a lelkészség tánckörének a honlapja. Miért fontos az, hogy valaki megtanuljon csacsacsázni, tangózni, ruedázni, szalszázni, és ugye ti magyarul oktatjátok ezeket a táncokat. Miért lehet fontos egy fiatalnak ez? Hát elsősorban kultúra, elsősorban szórakozás, sport, tehát mozgás is, művészet is, kultúra is, és az, hogy magyarul tanítjuk, az csak egy lapáttal rá, hogy még hasznosabb legyen. Erre se sok alkalom van Erdélyben általában, és főleg Kolozsváron.